Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, és hamarosan kezdődik egy sajtótájékoztató, melyet Dobos László, Karcagváros polgármestere, Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott igazgatója, és dr. Csízi István, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézet tudományos munkatársa tart. A téma pedig a 15. Karcagi Birkafőző Fesztivál. Dobos László a fesztivál 15 évéről beszél, és elmondja, hogy melyek azok a programok, amelyekre a több mint 10 000 látogatót várják. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit. A mai napon a soron következő birkafőző fesztiválról szeretnénk egy rövid tájékoztatást adni, felhívva ezzel is a figyelmet erre a rendezvényre. Egy kis reklámot adni a soron következő 15. birkafőző fesztiválnak. Az idén a hagyományokhoz híven a június utolsó hétvégén kerül erre a rendezvényre sor, egészen pontosan június 28-án, pénteken és június 29-én, szombaton kerül megrendezésre. Ahogy tudjuk, a Birkafőző Fesztivál egy egészen picike kis rendezvényből, egy baráti társaság által létrehozott versenyből alakult ki, és napjainkra már egy olyan mértékű fesztivállá fejlődött, ami nem csak Karcagon és a környékén, hanem az egész országból, sőt nyugodtan mondhatom, a világ minden részéről ide csalogatja a látogatókat, a vendégeket. Csak érdekességképpen hagyd mondjam el, hogy a tavalyi évben találkoztam Új-Zélandról, illetve Dél-Amerikából, egészen pontosan Argentinából érkezett turistával is. Hírét vette ennek a rendezvénynek, természetesen magyar származásúak voltak, és kíváncsi volt, tehát a világ más pontjáról is ide látogatnak az érdeklődők. Napjainkra ez a rendezvény már nem is egy verseny, hanem, ahogy említettem, egy fesztivál, hiszen olyan mértékű nevezés érkezik évről évre, ami már ezt a kifejezést is indokolhatja. Az érdeklődés akkora, hogy tulajdonképpen amikor meg volt hirdetve a maga rendezvény, napok alatt lefoglalták a főzőhelyeket. Ennek megfelelően számíthatunk az idén is arra, hogy körülbelül egy jó 250 lábasban fog főni a birkapörkölt. Ez azt jelenti, hogy 350-400 nevezés érkezik, tehát a verseny eljutott arra a fokra, ami már mindenképpen figyelemre méltó. A külföldi és a hazai turistákon kívül természetesen várunk sok olyan embert, aki megtiszteli jelenlétével a rendezvényünket, híres politikusokat, művészeket, olyan embereket, akiket ismernek nem csak a városunkban, hanem egyáltalán az egész országban. Őket kérjük fel természetesen minden évben egy társadalmi zsűri szerepkörének betöltésére. Ezen kívül szakmai zsűri is fogja véleményezni az elkészült ételeket. A szakmai zsűrinek az elnöke a többszörös olimpiai bajnok, Szakács Benke László lesz ebben az évben is. A célja a versenynek, illetve a fesztiválnak nagyon sok minden feladatot állít elénk. Elsősorban szeretnénk természetesen azt az értéket bemutatni országvilág számára, ami itt a Kunságban és Karcagon a birkapörköltöt jelenti. Szeretnénk, hogyha ez egy kellemes családi program lenne az ide látogatók számára, szeretnénk ezzel a egészséges juhús fogyasztását reklámozni, szeretnénk ezzel a fesztivállal felhívni a figyelmet a juhtartás, juhtenyésztésre, ami mindenképpen ildomos, és nyilván a mellettem ülő egyik szakember el fogja mondani, hogy nem csak hasznos, hanem gazdaságos is. A program kétnapos lesz, az első napon egy konferenciát kívánunk megtartani, pontosan a juhtartással, a juhtenyésztéssel kapcsolatban. A második napon kerül, szombati napon kerül sor a magára a
a fő rendezvényre. A program rendkívül gazdag. Én úgy gondolom, hogy kicsi és nagy meg fogja találni a megfelelő szórakozási lehetőséget, és én úgy gondolom, hogy a legfőbb cél, amit a fesztivállal egyáltalán a birkafőző versennyel magunk elé tettünk, az, hogy átörökíteni a főzési tudományt apáról fiúra meg fog valósulni. Természetesen nagyon büszkék vagyunk erre az ételünkre, ez mindenkor az ünnepi asztalra kerül föl a karcagi családok rendezvényein, de akár társas vagy társadalmi rendezvényeken is. Egy olyan étel, ami 2009-ben méltán nyerte el a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe történő felvételét. Ennek kapcsán az utóbbi években már más a jegyzékbe felkerült elemek birtokosaival fölveszik a kapcsolatot. Ebben az évben Mezőkövesd el, hiszen ők a matyóhímzéssel kerültek be ebbe a jegyzékbe. Így az idén, 2013-ban a díszvendég település Mezőkövesd városa lesz. Én úgy gondolom, hogy az ő jelenlétük, néptáncaik, hagyományaik megismertetése tovább gazdagítja azt a színes palettát, amit célul tűztünk ki magunk elé. Nagyon-nagyon remélem, hogy a rendezvény idején jó idő lesz, az időjósok, a rendszeres ide látogató Németh Lajos barátunk, meteorológus is ezt fogja jósolni, szinte kötelező feladatként, de valóban szeretnénk, hogyha jó idő lenne, és akkor az a körülbelül 10-12 ezer ide látogató vendég, főző jól fogja érezni magát, és reményeink szerint a rendezvény nagyon sikeres lesz a korabbi évekhez hasonlóan. Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk, országhatáron belülről és kívülről a programok maga a birka főzés tudományának továbbítása egy olyan esemény, amire érdemes ide látogatni. Szepesi Tibor a kulturális programokat ismertette a nézőinkkel. Én szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőit, a sajtóképviselőit. Ahogy polgármester úr is mondta, valóban kétnapos lesz a rendezvény, de már előrendezvényeként mindenképp szeretnénk, hogyha a Mezőkövesd város be tudna mutatkozni. Ennek érdekében kiállítást kívánunk szervezni. Mind a helyszínen található, a rendezvény helyszínén található Györfi István Nagykun Múzeumban, mind pedig a Dériné Kulturális Központban, ahol egyrészt a matyó kultúra tudna bemutatkozni, másrészt szeretnénk, ha egy fotókiállítás keretében Mezőkövesd városa, illetve az egész térség be tudna mutatkozni az ide látogató vendégek számára, a karcagi lakosok számára. A program június utolsó hétvégéjén, pontosan pénteken, 28-án veszi kezdetét, amikor is ugye a Debreceni Egyetem szervezésében, a Karcagi Kutatóintézet szervezésében konferencia lebonyolítására kerül sor a Városházán. Ezzel egy időben kezdetét veszi a gyermekeknek, fiataloknak szóló Juszárnyék nevű program a templom kertben, illetve az árusok már elfoglalják a főtéri központ, tehát a rendezvény helyszínét, és bízunk benne, hogy nagyon nagy számban fognak majd ide látogatni a vendégeink, látogatók. A múzeum kertben fölállított színpadon pedig kulturális programok kerülnek megrendezésre már ezen a délutánon, ezen az estén is. Várhatóan 4:30 körüli kezdéssel itt még a műsor, illetve a programok lekötése folyamatban van. Karcagi amatőr zenekarok bemutatkozására lesz majd lehetőség, de egy nagy koncerttel is szeretnénk kedveskedni a ide látogató főzőknek, érdeklődőknek. 8:00 kezdettel a Kozombolis zenekar koncertje kerül majd megrendezésre, tehát pénteken este a Múzeum Parkban. És ahogyan polgármester úr is mondta, a főzőverseny az igazi nagy attrakció
majd a szombati napon, 29-én hajnalban veszi kezdetét, hiszen ugye a főzők már korán reggel hajnalban hozzákezdenek a birka testek fölkészítéséhez, és nyilván az ilyenkor szokásos mindenféle rituáléhoz, hát ha ettől lesz majd jobb ízű maga a birka pörkölt. Tehát 6 órakor kezdetét veszi a főzőverseny, és természetesen elindulnak a színpadon a különböző kulturális programok is. Ide várjuk a fellépőket, úgy mint a Nagykun Honvéd bandát, a karcagi néptánc csoportokat, illetve egy szponzor jóvoltából a gyerekeknek kedveskedünk egy délelőtti koncerttel, az Alma Együttes koncertjére kerül majd sor. Mindez a megnyitó előtt, hiszen a megnyitó várhatóan 11 órakor kerül majd sorra. A megnyitó után a meghívott díszvendégtelepülés bemutatkozása következik. Az ő kulturális csoportjaik, néptánc együtteseik fognak föllépni. Én azt gondolom, hogy óriási forgatag és nagyon nagy látvány lesz majd a Matyó Hímzésbe öltözött táncosoknak a látványa a színpadon. A bemutatkozás után, a mezőkövesdi bemutatkozás után természetesen nem telhet úgy el egy birkafőző fesztivál sem, mert hogy azért mégiscsak versenyről is beszélünk, hogy a zsűri értékelésével a díjátadás ne történjen meg. A díjátadó ünnepség az eddigi évekhez megszokottan 3 óra magasságában a társadalmi zsűri eredmény hirdetésével veszi majd kezdetét, utána pedig a szakmai zsűri fogja átadni díjait. És hogy minden korosztály megtalálja, minden érdeklődő megtalálja a kedvére való programot, a múzeum színpadán az eznapi program, tehát a múzeumi program egy nóta műsorral fog véget érni. Ellentétben az előző évekkel újra 2 színpad kerül felállításra a Birkafőző Fesztiválon, tehát a régen megszokott Calvin színpad a református templom mellett újra felépítésre kerül, és a szombatesti program áthelyeződik ehhez a színpadhoz. Itt várhatóan 6:30-7 óra magasságában kezdődnek a programok. Egy előzenekarral vagyunk még tárgyalásban, tehát erről még nem nagyon tudok bővebben mondani. Viszont a fő fellépő, a fő attrakció 9 óra kezdettel a United együttes élő nagykoncertje, ahol meghívott vendégként a Csillag születikből jól ismert Gájer Bálint fog fellépni vendégművészként. 11 óra magasságában a program átalakul utcabállá, várhatóan hajnal 1 óráig, 1:30-2-ig, nyilván függ majd az érdeklődők számától és a program sikerétől, tehát várhatóan 1:30-2 magasságáig utcabál, retro diszkó kerül majd megrendezésre, és ezzel ér véget a 15. karcagi birkafőző fesztivál kétnapos programja. Dr. Csíz István pedig a pénteken megrendezésre kerülő tudományos szakmai napról szólt, melynek része lesz a kutatóintézet jó állományának a megtekintése is. Szeretettel köszöntöm én is a résztvevőket, a Karcagi Kutatóintézet és Cirák igazgató nevében, aki elfoglaltsága miatt nem tudott most részt venni ezen a tájékoztatón. Az első nap programjához azt szeretném mondani, hogy végül is ez a juhászati részt mi egyfajtára súlyoztuk volna, konkrétan a magyar merino fajtára. 2 okból tettük ezt. Egyrészt tettük azt, hogy azok a másnap főzendő birkák túlnyomó része, magyar merino vagy magyar merino jellegű birka, ezen a vidéken ez a legkedveltebb birkafőzésre, és a legelterjedtebb fajta még jelenleg is. A másik ok, amivel tettük, hogy ez a fajta viszont elsősorban a fajtatiszta állomány létszáma kritikus mértékben lecsökkent ebbe az országba, és már a minisztériumnál van a védett fajtává való nyilvánítása. Gondoljuk be, hogy ez a fajta, ami még a termőszörkezetek rendszerváltás előtt 10 000-es nyájak volt a Karcagon, ma már 5 000-et nem éri el a fajta tiszta állomány, tehát a törzstenyészet állomány az országban, tehát kevesebb, mint a racka.
attól függetlenül, hogy ez a fajta még, mint merino jellegű, mint keresztezett állomány, nagyon sok van még az országban. Felszeretnénk ennek a fajtának az előnyeire, illetve magára ennek a fajtának a történetre hívni a figyelmet a következőképpen. Péntek délután 14 órakor itt a Városházán kezdődne egy előadás, végül is egy 2-3 előadásról szóló rész, ahol egyrészt ennek a fajtának a kialakulását, történetét, hogy került annak idején a spanyol elektrolál Negreti grófságból ide Magyarországra, Mária Terézia jóvoltából, hogy futott be egy hatalmas karriert a 19. századból, hogy jutott el Karcagon arra a hatalmas 80 ezer fölötti szintre ez az állomány, hogy Karcagon, mint aranygyapjút képviselő ez a jó, ugyanis a világ egyik legjobb, legfinomabb gyapját adja, Karcagváros címerébe szerepel, mint aranygyapjas birka, és hogy jutott a jelenlegi helyzetre. Részint erről szólna, részint pedig arról, hogy azok a törzstenyészetek, amik még mai napig funkcionálnak, milyen tenyésztési termelési eredményekkel rendelkeznek, mit tud ez a fajta, tehát mivel tud ezen a színes planettán megjelenni Magyarországon, ahol körülbelül 40 fajta szerepel, és de ahogy említettem, főleg az árutermelő tenyészetekben, van olyan tulajdonsága ennek a fajtának, hogy még valahol mind ez a fajta minden tenyészetbe szerepel, valamilyen vérhányadba. A program második része az előadások után egy üzemlátogatás lenne a kutatóintézetünk 4-es számú főút mellett úgynevezett Reineri juhászati telepén, ahol meg lehet tekinteni a kutatóintézetünk Magyar Merino és Beris Andrus eltörstenyészetét, meg lehet tekinteni azokat a genotípusokat a tejerő cigájától, a Magyarországon szinte ismeretlen Blanche Massif centrálfajtáig, ahol különböző vérhányaddal szerepel a Magyar Merino, és örökíti azokat az aszezonalitás, meg a többi olyan tulajdonságát, ami miatt szerintünk létjogosultság van ennek a fajtának. Ezen a telepen természetesen meg lehet látni azokat a legmodernebb új-zélandi és francia tartástechnológiákat, amellyel az állatok biológiai igényét a legoptimálisan próbáljuk kielégíteni, pont amiatt, hogy kialakuljon egy termelő istálló klíma, hogy kialakuljon egy olyan, hogy az állat akkor legyen, akkor igyon, olyan önitató, önetető rendszerrel, ami neki legoptimálisabb, olyan állategészségügyel, hogy minél kevesebb töréssel járjon az állatnak, olyan legelőkelt rendszerrel, ahova akkor jár ki, akkor megy be odáig, amikor akar, és nem akkor, amikor az állatgondozó akarja. Úgy gondoljuk, hogy ezzel, aki megtisztel bennünket és megnézi a telepünket, sok jó ötletet és modellt nyerhet arra, hogy miért érdemes még mindig juhot tartani, miért érdemes juhot választani, akár a gyeptámogatások állattartáshoz kötöttek, miért a juhot érdemes választani, hogy lehet így is gazdaságon csinálni ilyen környezetbe, felvállalva azt is, ami ugye tudjuk, hogy az állattenyésztés egyik legnagyobb rákfenéje, és az állatlét, országos állatlétszám talán az egyik legnagyobb csökkentő tényezője, vagyis az, hogy 365 napos elfoglaltság és életformát jelent a juhászoknak. Tehát hogy lehet a 21. században is tovább lépni ebbe az állattenyésztési témakörbe, tehát ezzel is bővítve ezt a magyar merino témát. Sajtótájékoztató lezárásaként még hagy mondja köszönetet mindkettőjük tájékoztatója apropóján, és annak a nyugodtan mondhatom több száz embernek, aki dolgozik azért, hogy ez a 15. birkafőző fesztivál is nagyon-nagyon sikeres legyen. Egy kulisszatitkot elárulva, hogy mondjam el, hogy gyakorlatilag a év kezdetével, február legelején ültünk össze először is, azóta már nagyon sokszor azért, hogy a ütemtervnek megfelelően haladjanak azok az előkészítő munkálatok, amik szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen ez a rendezvény. Köszönet mindenkinek a munkájáért, azért dolgozik ez a nagy számú szervező stáb, hogy valóban minden flottul menjen, és az ide látogatók, a kilátogatók jól érezzék magukat. És akkor a fesztivál szlogenjével, hogy köszönjek el, júniusban Karcagon, birka étkek az asztalon. Sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen!